a tranzitzóna röszkén. A kerítésbe áramot vezettek, erre figyelmeztet a felirat. Itt kell megvárniuk a menedékkérelem elbírálását azoknak, akik Szerbia felől érkeznek a magyar határhoz. Ez hónapokig, sőt akár évekig is eltarthat. A röszkei tranzitzónát is meglátogatta az ENSZ úgynevezett menekültügyi jelentéstevője. Felipe González Morales azt vizsgálja, hogy a világszervezet tagállamai betartják-e a menekültek emberi jogait. Magyarországon 8 napot töltött. Olyan létesítményeket járt be, ahol menekülteket helyeztek el, majd tárgyalt több minisztériumban és civil szervezetekkel is találkozott. A látogatásról szóló zárónyilatkozatban azt írta, amikor a tranzitzónákban járt, egyetlen menekült sem akart Szerbia felől belépni Magyarországra. Szerinte azonnal fel kellene függeszteni a bevándorlás miatti válsághelyzetet, amit az Orbán kormány 2015 őszén rendelt el, és azóta fél évente meghosszabbítják. Felszólítom a kormányt, hogy vizsgálja felül a bevándorlás miatt elrendelt válsághelyzetet, mondta a jelentéstevő. Szerinte most nagyjából 280-an vannak a tranzitzónákban. Sokan közülük több mint egy éve. A mozgásukat fegyveres biztonsági őrök figyelik. Beszámol arról, hogy egy várandós nőt 17 őr kísért a kórházba a terhességi orvosi vizsgálatra. Azt is megállapítja, hogy súlyos krónikus betegségekben vagy rákban szenvedő nőket és gyermekeket hónapokig nem kezelnek. Beszámol egy olyan menedékkérőről is, aki a kórházi műtétje után 5 napig az ágyhoz volt bilincselve elegendő táplálék nélkül. A tranzitzónákban lévők 60%-a gyerek, őket nem szabadna elzárva tartani azért, mert menekültek, mondta. A miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a válsághelyzetet akkor vizsgálják felül, ha szeptemberben lejár. A kormány meghatározott időre a belügyminisztérium előterjesztésére rendeli el az ön által említett helyzetet. Amikor ez lejár, akkor a belügyminisztérium ezt értékeli, és majd javaslatot tesz a kormánynak, a kormány megfontolja. Gulyás Gergely szerint a tranzitzónákban senkit sem tartanak bezárva. Mindenki szabadon távozhat, de csak Szerbia felé. Ebben az esetben viszont garantáltan elutasítják a menedékkérelmüket.